nem baj. Lassúzunk. Ez az, fussunk az épületig. Az a baj, itt nem tudsz taktikusan mozogni, mondom. De. Ha több irányba figyel, már jobb, mint ha egybe. De nem tudsz, hát most is két irányba figyeltünk. Én egybe figyeltem csak, te. Hát én a másik oldalra. De vannak a házba benne. De felbukkant a fedezék meg, jó lesz. Na sziasztok, kedves barátaim! Ahogy mondtam, itt vagyok Ansfeldenben, remélem sikerül egy jó kis videót összehozni itt a itteni játékról, bár nem vagyok csúcsformában. Meg hát hiányzik a csapatom is, akikkel együtt lehetne működni, de legalább meglátjátok, milyen itt az airsoftos élet Ausztriában. Na hát a játék itt is, mint mindenhol, igazítással kezdődik, hát ebben semmi meglepő nincs, annyi talán, hogy németül van, és én nagyon sok részét nem értettem, de persze tisztában vagyok a szabályokkal. A következő szabályra nagyon figyeljetek, mert később még lesz jelentősége. Itt a bácsi azt magyarázza, hogy közelről nem ülünk át a lyukon, távolról viszont lehetséges, éppen úgy, mint Magyarországon. Hát itt a szabályoknak az értelmezése sokszor nem úgy alakult, mint kellett volna, tehát visszaállóról fogjuk a másik visszaállót, lyukon lövünk át, illetve talált megarási vitába is kerültem kétszer egy a pályán eléggé ismert emberrel, aki egyébként azóta abba hagyta az airsoftot, nem tudom miért, de talán nem látott már benne kihívást, vagy nem tudom. Szóval a lényeg az, hogy ez a pálya leginkább az arénához hasonlítható talán. Gyors körök vannak, gyors játékok, viszont lenne megfelelő taktika, hogy a pályát le tudjuk uralni. Ez sajnos még egyelőre nem működik. Se 3K, se tűzésmozgás, semmi nem nincs jelen, tehát próbálom egyelőre elfogadtatni azt, hogy létezik több is annál, mint hogy lövöldözünk. Egyelőre nem sok sikerrel, mivel nincsen semmi baj. Mit akartam? Hovára sem ezt? Hát szerintem az ahogy látni fogjátok, itt leginkább az egyéni képessége fejlesztése lehet cél. Elég sok bambaságot elkövettem, ugyanis nem annyira tudtam például a maszkom miatt célozni, mint ahogy kellett volna, és ezért elég sokszor eltaláltak, mivel olyan nagy célpontot nyújthattam, ami az csemege volt az ellenfélnek. Hát itt láthatjátok, ahogy a pálya ördögét először elkapom. Szeret rassolni nagyon a fiú oldal, illetve szeretett, amíg még játszott, de előbb-utóbb beadja. Ezt többször is látható majd a videóban. Akire nagyon sokat lövök, azt látjátok, hogy majd ő. Ez a videó igazából egy gameplay próbálkozás, nem vagyok egy gameplay videós, hát majdnem bolondultam, még ezt a kis részt összevágtam nektek, de úgy éreztem, hogy szükséges ahhoz, hogy lássátok a pályát, hogy milyen is, amikor majd magyarázok egy szerintem kivitelezhető taktikát, ami hasznos lehet, és egyébként ez hasznos lehet számotokra is más pályákon. Többször beragadtam, többször ott maradtam egy helyben, amikor már nem kellett volna. A következő videókban ezt is majd ki kell küszöbölnöm, több fedezékváltással kell majd törnöm előre a pálya szélein, mert azt hiszem, hogy ez lesz majd az egyénileg kivitelezhető játékmód, hiszen középről nagyon sokan sok felől eltalálhatnak. Hát itt van megint Lolóka, hát ugye persze ő is eltalált valószínűleg szerinte, és hát ugye a találat irritája miatt engem is kiszednek, de mindegy, ezt engedjük el. Szóval rá kell mennem majd az egyéni képességek fejlesztésére, látjátok, a szeletelésem úgy ment, mint kellene. Egyébként majd a szeletelésről is készítek videót nektek, és majd tudjátok ezt is hasznosítani. Nekem nagyon-nagyon sok gyakorlásra lesz szükségem, hogy úgy menjen, ahogy kell. Emellett a gyors lövésekre kell majd különösen odafigyelnem, fedezék mögül, mert az még nagyon nem megy. Ugye nem volt rendesen beállítva a dotom sem, bár a hoppom az megfelelő volt, de nagyon sokat lőttem mellé, egy bosnyák srác szerint egy kb. 1 méteres volt a szórásom, ami azért nem kicsi. Ahogy látjátok a videón is, középen haladni nincs sok értelme egyedül. Ha lenne mellettem 2-3 ember, de legalább már egy, már akkor is gyorsabban tudnánk haladni. A tűzés mozgásra látjátok, teljesen alkalmas a terep. A fedezékek váltásával tudnánk előre haladni, de egyébként
hogyha elég gyors vagy, könnyen eljuthatsz a pálya feléig is, az épületekig, és onnan már az épületek megtisztítása lehet egy újabb feladat. De az a baj, hogy az ablakok úgy vannak elhelyezve, hogy a szomszédos, tehát az ellenfélnek a visszaállójáról már azonnal rá tudnak lőni. Tehát, hogyha nincs senki, aki fedezi a seggedet, akkor el fognak előbb-utóbb találni. Kivételt képez ez alól a bal felső sarokban látható ilyen fura négyszög alakú épület, vagy már majdnem háromszög. Ott nagyon jól lehet ilyen killhouse-szerűen haladni előre, ott is lehet majd gyakorolgatni. Szóval igazából egyelőre nem próbálok ebben nagyon sok komoly dolgot beleképzelni. Gyakorolni akarok, fejleszteni akarom magam, remélem, hogy tudok számotokra is majd ezzel a tanulsággal szolgálni. Igazából a következő beszerzendő dolog az majd egy klipkem lesz, mert így, ahogy látjátok az én fregéimet, nem is látjátok, hogy mikor történtek meg. Talán nem is ez a lényege, de jó, ha látjátok, hogy melyik taktika működik, melyik nem, mikor rontom el, mikor vagyok sikeres. Igazából itt számotokra egy gameplay gyakorlatilag élvezhetetlen, hogy valami úton, módon majd kitalálok egy megfelelő megvalósítását annak, hogy gameplay is legyen, meg edukációs tartalom is legyen, mert ugyanis én ezt szeretem, mint tudjátok, hiszen a játék számomra akkor élvezetes, van benne koncepció, illetve tudjuk fejleszteni magunkat, van egy irányvonal, nem pedig csak cél nélkül bolyongunk a pályán. Egyébként külön dicséret a szervezőknek, hiszen most a számunkra biztosítottak feladatokat, zászlószerzés, bomba, aktiválást, mert anélkül teljesen értelmetlen volt többször is tinted meccs a nap folyamán, de azokat én nem annyira élvezem. Gyakorlásnak jók egyébként tényleg, de én szeretem, hogyha van valami feladat. Ahogy látjátok, amikor célzok, akkor mindig bedől a kép, hát emiatt is kell majd a klipkem, illetve hogy lássátok majd megfelelően a találatokat. Jobb aloldal kell megpróbálnunk. Hogy tudja előni, amikor így be van húzva, de így be van húzva és szemből lőttem. Hogy akarsz? Nézzük meg a bal oldalt. Nézzük, de ott is mutatja. Azért nézzük. Majdnem! Hát most nagyjából ennyit mondok erről a videóról, igazából nagy trúvány nincs benne, látjátok a pályát, hogy néz ki, mekkora területen kell mozogni, elméletileg Salzburgban is fog épülni egy pálya, illetve ez is ki lesz bővítve, hát reméljük, hogy több lehetőségünk lesz. Remélem a srácokkal sikerül összeszoknunk és megfelelő taktikát alkalmaznunk, mert biztos vagyok benne, hogy a együttműködése sokkal sikeresebb lenne, mint hogy külön-külön próbáljuk meg mindannyian a pályát leküzdeni. Meg kell érteni, hogy eltalálhatnak embert, viszont akkor át kellene a feladat. Hát ha négyen vagyunk, egy ember kiszednek, három még mindig tovább tud menni, de ha négyen megyünk öt felé, akkor az, ha kiszednek, mehet vissza a hákura, még jó, hogy nincs messze. Remélem végig tudtátok nézni, voltak azért jó pillanatok. A következő videó remélhetőleg majd ennek a videónak a taktikai tanulságainak a levonása lesz. Ha szeretnétek róla értesülni, szeretnétek, hogy eljusson hozzátok ennek a videónak a hasznos tanulságai, akkor iratkozzatok fel és nyomjátok meg a csengőt. A kommenteknek mindig örülök, meg az a YouTube is. Találkozunk a következő videóban, addig is játszatok örömmel, és ne felejtjétek, tűzés mozgás. Komán voltam, sziasztok! Thank you.
Oh.